Sziasztok! Ez itt a Kutyinfo Podcast, én Láng Dávid vagyok, és ebben a részben Jánosi Gergővel fogok beszélgetni, aki Budapest 11. kerületében, vagyis Új-Budán szerzett mandátumot a kutyapártos lista második helyéről. Szia, Gergő! Ciao. Kezdjük azzal, hogy a Facebook oldalad MKKP fő druida névre hallgat. Mesélsz kicsit ennek a hátteréről? Ennek a háttere szerintem az, hogy amikor még így csatlakoztam a kutyapárthoz, és akkor még eltelt egy pár hónap, akkor ugye a 11. kerületi csapathoz szegődtem, és akkor akartam csinálni egy olyan rendezvényt, ami ilyen pogány ünnephez kötődik, ami a Midsommar, egy ilyen nyári ünnep, a nyári napforduló ünnepén, aztán mivel senki sem ért rá a valódi napfordulón, ezért előtte kellett megszervezni, ez a Midsommar volt. És ott így kvázi eköré a druida misztérium köré építettem az akkori eseményt, meg a, úgymond az akkori karakteremet is. És aztán azóta meg nem változtattam meg az oldalnak a nevét is, hogy ez akkor így maradjon, meg így legalább volt alkalmam pózolni egy őszkoponyával a plakátokon. Milyen kötődésed van a kerülethez? Mikor is hogyan lettél pontosan része a helyi kutyapártos csapatnak? Hát a helyi csapatnak ilyen 22-ben a országgyűlési választáson, amikor csak pultoztam, ugye akkor így mentem mindenhova egyébként, de volt pár olyan pult, ahol így kicsit félre volt szervezve, és oda mentem úgy, hogy nem volt ott senki, aztán végül felhívtam Mendli Miklóst, aki akkoriban a jelölt volt, hogy kell valami segítség, mert most én eljöttem segíteni, de nincs mit, és akkor Gazdag Réten kellett kopogtatni. És aztán ugye oda mentem kopogtatni, és igazából egyre többször csak a újbudaiaknak a klubjaikra, meg a tevékenységeikben vettem részt lényegében, úgyhogy ott maradtam ilyen szempontból, és azóta pedig építettük ezt a közösséget. Ugye a nevedhez fűződik a Léleksimgató Hüggye nevű programsorozat is, ami egész szép sikereket ér el, már talán több mint egy éve, vagy nagyjából egy éve. Mi ennek a története, elmeséled? Éppen készültünk az önkormányzati kampányra még, így nagyjából tavaly december környékén, és ugye akkor is sok volt az operatív dolog, meg ilyenek, és hogy lényegében ugye azért találkoztunk többször, és akkor gondolkodtam azon, hogy miért ne lehetne egy olyasmi, ami inkább csak arról szól, hogy így barátkozunk, meg csak így beszélgetjük, meg kiveszéljük egymás bajait, hogy nem mindig csak az operatív dolgokról legyen szó, és akkor így bedobtam egy ilyen közös szervezői chatbe, hogy legyen egy ilyen, aztán meg is szerveztem igazából, úgyhogy én csak bejelentettem, hogy lesz egy ilyen. És ugye a hügge, mint szó, az egy ilyen dán szó, amit így nem is nagyon lehet így egy szóval lefordítani, de kényelembe helyezést, meg így bekuckózást jelent, és hogy egy arra gondoltam, hogy miért ne lehetne az, hogy van egy csomó ember, aki összegyűlik, és hogyha egy ilyen közegben, ami támogató, meg egy ilyen kicsit bensőségesebb, ott meg tudja osztani, hogy éppen mi volt neki a rossz, meg mi volt a jó, akkor legalább egy picivel könnyebbek lesznek a mindennapjai. És ez volt a legelső ötlet, aztán így leszerveztem, még a legelején voltunk hatan, utána is hatan, de akkor már kifejezetten emiatt jött oda egy új ember, aki még nem volt se klubban, se semmin, és onnantól meg a csapatunk tagja. Aztán meg így a harmadik hüggétől meg berobbant az egész, és most már így lehetetlen 10 fő alatt foglalni, meg ilyesmi. De nyilvánvalóan van az, amikor ugye kevesebben vagyunk, meg van az is, amikor meglepően sokkal többen, mint amire számítok, de általában ez a 10-15 fő, így már egy összeszokott közösség ott összeszokott gyűlni ezeken az eseményeken, és akkor így ez már egy eléggé rendszeres eseménysorozat, és már örülnek is neki, és várják is. Tulajdonképpen akkor az íve mindegyiknek hasonló? Hát igen, tehát úgy kezdődik az egész, hogy megvárjuk addig, ameddig összegyűlünk, így nem tudom, minimum hatan. Aztán elkezdjük a bemutatkozó kört, aminek van egy plüssbagja,
amit most nem hoztam magammal, de azt a plüssbaggyot azt elneveztük Albertnek, és azt a plüssbaggyot adjuk körbe, és mindig akinél van a bagoly, ő bemutatkozik, és elmondja, hogy az elmúlt 2 hetében mi volt a jó, és mi volt a rossz. És akkor így mindenkin végigérünk, és utána pedig van a, hát lényegében a szabad beszélgetős része, amikor egymásra tudnak így reflektálni emberek, és egy kicsit bővebben is kifejteni azt, ami csak így összezanzásítottak a bemutatkozásban. Igazából így kötődik az egész. Akik meg ugye később érnek oda, azoknak meg ugye nyilván a kör végeztével adjuk oda a bagyot, hogy ők is mutatkozzanak be. És így tudnak aztán becsatlakozni a beszélgetéshez. Minden mellett, amit eddig elmondtál, még zenélsz is. Egy ideje ez, hogy jött az életedbe? Hú, hát régen. Nem tudom, 10 éves koromban szerettem volna egy gitárt, mondtam apámnak. Ő pedig így vett egyet az Osamba, és aztán meg elkezdtem gitározni, és a gitár elkezdett szétjönni, mert hát ugye ilyen osanos gitár volt, és akkor így gondolom a fejéhez kapott, hogy jaj, sajnos komolyan gondolja a gyerek, úgyhogy aztán vett nekem egy normálisabb gitárt is, és elkezdett gitárórákra járatni, úgyhogy azóta pedig hát lényegében csak szeretem csinálni, és művelem. Éneklés az egy olyan dolog, ami egy ilyen kb. 2 éve jöttem rá, hogy tudok, meg kezdtem el járni énektanárhoz. Ebben egyébként pont a kutyapárthoz való csatlakozásom segített, mert ott ismertem meg a Mendli Miklóst, akivel szoktunk zenélni. Ő ugye banjózik, és amióta így játszunk közösen dalokat, ő még az elején így bátorított arra, hogy énekeljek már, mert tök jó a hangom. Aztán amikor így a békasegge alatt levő önbizalommal végre elhittem, hogy ja, lehet, hogy tényleg jó a hangom, akkor eljártam énektanárhoz, aztán azóta meg még jobban fejlődik az egész, úgyhogy nekem egy egész korai kötődésem van a zenéhez. Saját dalokat is írsz? Hát azt szeretnék, csak az a baj, hogy általában amiket írok, azokat másnap átolvasom, és nem tetszik, emiatt nem folytatom. Tehát rengeteg félkész dalt írtam, de még egy egészet nem. Úgyhogy általában csak a most feldolgozásokat csinálok, ami Johnny Cash javarész, meg egyéb country szám. Hát, ami késik, nem múlik. Igen, igen. És mikor kezdett el foglalkoztatni a politika, illetve a közélet, és miért döntöttél úgy, hogy önkormányzati képviselő szeretnél lenni? 2018-ban volt az a választás, amikor legelőször szavazhattam egy országgyűlési választásban, és akkor kezdtem el egy kicsit így puhatolózni felé, meg így a felszínen vizsgálódni. Aztán pedig ugye nyilvánvalóan akkor 2/3 lett, és így emiatt így elkezdtem a Puzsérnak a politikai podcastjait nézni, és akkor volt egy olyan korszakom, amikor lényegében eléggé sok Puzsért hallgattam, és ez eléggé bevitt ugye a Sétáló Budapesthez is, és ott ugye voltam aktivista. Aztán meg utána, amikor már annyira nem érdekelt Puzsér, de a politikai érdeklődésem megmaradt, akkor így igazából csak keresni akartam egy olyan közösséget, ahol azt tudom csinálni, ami szerintem a politikának úgymond a lényege, meg az én nézetemhez közel áll, hogy a kölcsönös segítséget nyújtó emberi közösségek ideáját kéne valahogyan még inkább terjeszteni, és úgy találtam, hogy a kutyapárt az, amiben ezt a legjobban megtalálom. Ez a párt az, ami a legközelebb áll ez az ideához. Mi a véleményed a kerületet 5 éve vezető és júniusban újra választott László Imre tevékenységéről? Óvatos. Inkább úgy mondanám. Alapvetően történtek jó dolgok egyébként, mert ugye ott is voltak közösségi költségvetési pályázatok, általában ilyen kulturálisak. Mindenképpen amúgy meg épül a kerület, csak az a problémám bele, hogy egy kicsit még mindig óvatos. Tehát van nagyon sok olyan helyzet, ami kicsit két szék közé esik, mint például, hogy igen, hogy vannak az egyetemista kocsmák a Bercsényi utca, a Lágymányosi út környékén, de azért csak 11-ig legyenek nyitva, és akkor ilyen fél buli negyed, fél ne zavarjuk a lakókat helyzetben igazából csak a lakók és a bulizók szenvednek, mert ugye nyilvánvalóan azok, akik
11-kor bezár a kocsma és bulizni akarnak, hát akkor ők meg folytatni fogják, csak nem kocsmákban, hanem nagy eséllyel bevásárolnak az éjjel-nappali dohányboltba és folytatják a tevékenységet a Feneketlen tónál vagy a Gellért téren. Te akkor milyen irányba mozdulnál ezen a téren, mondjuk meghosszabbítanál a kocsmák nyitvatartását? Én egyébként mindenképpen meghosszabbítanám a kocsmáknak a nyitvatartását. Ugye ez nyilvánvalóan ez egy ilyen eléggé kényes helyzet, mert ugye azokkal is törődni kell, akik tényleg csak lenyugodni szeretnének. Viszont ugye az meg nem segíti a nyugodásukat, hogyha a nyílt utcán kezdenek el részegen hordítani az emberek, úgyhogy szerintem ez még mindig a kompromisszumosabb megoldás, hogyha inkább bent a kocsmában vannak, és akkor mondjuk egy éjféli zárással akkor mindenki el van eresztve, vagy akár hajnali egyes zárással, akkor talán nem lesznek annyira óbégatások. Lesz is adott esetben előterjesztésed ezzel kapcsolatban? Hát gondolkoztam ezen, csak még előterjesztéseket úgy általában úgy szeretnék tenni, hogy azért egy kicsit jobban utána járok, mert jelenleg eddig csak teóriáim vannak arról, hogy ami most éppen működik, meg annak a megoldása, ami az előterjesztésem, hogy azt hogyan lehetne tényleg szakszerűen, meg tényleg egy ilyen működőképes procedúrán átvezetni. De a lényeg az, hogy még jobban utána kell néznem dolgoknak, meg egy sokkal bővebb tudástárral rendelkezni ahhoz, hogy majd aztán ezt előterjesztésbe betegyem. Vagy mindenképpen lesz, csak még idővel. Akkor egyelőre inkább megfigyelő szerepre szorítkozol a testületben? Igen, igen. Ugyanis én általában empirikus úton szoktam tanulni, hogy hiába nézem azt, hogy hogyan működnek az önkormányzatok papíron, hogyha nem látom, akkor sajnos az nekem nem teljes tudás, és szerintem, hogyha ki tudom azt, hogy ez a közeg hogyan működik, akkor onnantól kezdve már jobban tudom érvényesíteni azokat az ötleteket, amik vannak nekünk Zolival. Volt előzetes egyeztetés köztetek a polgármesterrel, és ha igen, akkor ez milyen hangulatban zajlott? Volt a bizottságjegyekről. Egyébként meg egy ilyen, nem tudom, ilyen kellemes hangulat volt, tehát, hogy valamiért nagyon örülnek nekünk, legalábbis a 9 bizottsági helyet kaptunk, úgyhogy abból a 6 bizottság, és abból 3 felügyelő bizottsági. Így konkrétan azt a királycsapatunkat, aki van a 11. kerületben, és jelöltek is voltak, egy kivételével. Ők így mind ugyanúgy önkormányzatba be tudnak látni, és önkormányzati munkába részt venni ezáltal. Mi az, amiben együtt szavaznál a várost vezető koalícióval, pártokkal, és mik az a témák, amiben semmiképp? Ezt általában akkor szoktuk átbeszélni, amikor ugye megkapjuk az előterjesztéseket. Ugye mi nem azt nézzük, hogy ki terjeszti elő, hanem az, hogy mi maga az előterjesztés, és hogy annak mi az értelme. Általában mi ugye azt szeretnénk, hogy az emberek sokkal inkább cselekvőképesebbek legyenek így önkormányzati tekintetben, hogy közelebb menjenek a politikához, ami ugye a részvételiségen keresztül érhető el, és ezáltal azt fogjuk megszavazni, ami nyilván nem ez ellen van, és inkább ezt elősegíti. Nyilvánvalóan ezt mindenki el szokta mondani, az összes képviselő elmondta, hogy zöldebb Újbudát is szeretne, és hogy akkor majd nyilván a zöldebb mellett fogunk szavazni, és nem pedig a nem zöldebb mellett. Általában úgy szokott lenni, hogy amint megvannak a napirendi pontok, akkor előtte átbeszéljük, hogy mi az, ami kapcsolódik az értékrendünkhöz, és mi az, ami nem, és akkor úgy szavazunk. És a helyi Fidesszel van-e köztetek bármiféle kapcsolat? Hát a Junkhaus Raimond ült le velünk egyszer sörözni, és beszélgettünk. És egyébként az meg nem volt egy ilyen nagyon, mi az alkudozás, meg ilyen rábeszélős dolog, hanem inkább ilyen ismerjük meg egymást beszélgetés volt. És milyen benyomásokat szereztetek róla? Alapvetően egy jó szándékú ember. legalábbis, hát ugye ott nyilvánvalóan inkább ugye ott az emberi arcát mutatta, úgyhogy azzal volt szerencsénk megismerkedni, és az alapján tényleg csak így mesélt a családjáról, meg ilyesmi, úgyhogy az alapján a benyomás alapján nem tűnt egy ilyen
gangsternek, vagy nem tudom. Hogy zajlott az alakulóülés? Milyen élményeid vannak róla? Ugye ott volt Bákai Kristóf, a Molnár Eszter, Szabó Péter, meg Nelli, a Losonci Nelli, akik ugye bizottsági tagok is lettek, és hogy ők meg végigkövették, és pont azt mondták nekem a szünetbe, hogy ilyen összeállítást lehetne arról csinálni, ilyen rövid videókba az arcokat, amiket vágok. Lényegében az elején a vita részén ott a Fidesz, meg a DK és Barabás Ricsi, illetve az egyszer Mi az Ánkos keresztbe oltották egymást, és vitatkoztak lényegében semmin, ugyanis volt egy olyan pontja, hogy ugye kettő olyan fontosabb dolog volt, ami egyetértettem én is, hogy ez miért van. Az egyik az az, hogy egy kicsit későn szereztünk tudomást az alakulülésről, meg ugye az SMS-ről, meg a módosításokról, amik ugye bekerülnek, ami ugye egy hét volt. Ezt a polgármester megmagyarázta, mondta, hogy ez máskor nem így lesz. Én ezt így elkönyveltem, aztán én úgy voltam vele, hogy akkor majd meglátom, csak hát ugye ezt a témát még mindig nem voltak hajlandóak elengedni, és folyamatosan minden felszólalásnál így felemlegették, hogy hát mert ilyen kevés idő volt a felkészülés, hát mert igen, nem tudom, lehet, hogy ez valamilyen politikus lexikon, amit nem olvastam el, hogy hogyan kell úgy elmondani egymondatnyi információt, hogy az valójában ötbekezdés, de na és jelez lehetett, és hát lényegében ugyanazokat a köröket futották le már nagyon sokszor, én pedig ott voltam, és éhes voltam nagyon. Nyilvánvalóan előtte meg Zolival ugye megbeszéltük azt, hogy egy-egy pontnál majd hogy fogunk szavazni, illetve az alpolgármesterekről is majd hogy fogunk dönteni. És melyek a legfőbb céljaid, prioritásaid képviselőként? Olyan kulturális, hát most ez egy eléggé hülye szó, de reformok, hogy például, tehát van ugye a Bartók negyed nálunk a 11. kerületben, ami egy egész szép ilyen turista rész, meg amúgy tényleg vannak ott nagyon jó kávézók, meg tök jó galériák, csak az a probléma, hogy például a tavalyi kulturális bizottsági gyűlésnek a jegyzőkönyvét is végignézem, hogy arról szavaznak, hogy legyen egy 20.000. Galéria Café a Bartók Béla úton, és hogy általában igen legyen, és ez még csak nem is az egész Bartók Béla út egyébként, hanem maximum így a Kosztolányi Dezső tértől a Szent Gellért térig levő rész, mert hogyha onnan kicsit tovább mész és átmész a Karolina úton, akkor konkrétan pusztaság van és semmi, és ez egy ilyen egészen ilyen vízfejű, meg egy kicsit ilyen felső középosztálybeli, úgymond ilyen kulturális negyed, és én pedig szeretném segíteni inkább az underground kultúrát, és olyan helyeket létrehozni, például utcazenészeknek ilyen standokat, ahol mindig ki tudnak állni, és nem feltétlenül ugye a Bartók negyeden, hanem mondjuk máshol is, például a Bikás Park környékén egyébként. Vagy hogyha már valami merészebbet kéne mondani, akár Albert falván, bár az eléggé kint van, de szerintem nekik is megilletődik egy ilyen kultúra, mert hogy ne legyen ennyire vízfejű az egész kerületnek a kulturális élete, tehát például ez egy ilyen nagy célom. A másik meg a Bikás Parknak a jelenlegi állapota, hogy legyen sokkal zöldebb, meg biodiverzebb. Ugyanis most hát ugye ott van ugye az arckiállítás, meg ott szoktak lenni ugye ilyen rendezvények, és emiatt a fű az folyamatosan kikopik, és az egész park egyébként, tehát nyáron nagyon látszik, hogy mennyire száraz, de általában ősszel is azért látszik, hogy nincsenek olyan jó állapotban a növények. Itt az a tervem, hogy olyan civil szervezetekkel felvenni a kapcsolatot, akik ugye értenek így a biodiverz meg a permakultúrás kertészethez, hogy velük akár ki lehetne dolgozni egy ilyen olyan Bikás Park újjáépítést vagy újjáültetést, ami alapján sokkal inkább túl fog élni már a klímaváltozásnak a szeszélyes időjárásait. Hogyan terveztek beszámolni a munkátokról? Ugye az egyik legfontosabb
helyszín az a két hetente, ami a most a felvétel pillanatában, ami október 15-e, most is éppen zajlik 6 órától egy ilyen kétheti keddes nevű eseményünk, ami úgy van meghirdetve az önkormányzat honlapján is, hogy az egy ilyen képviselő kérdező az elején. Ami azt jelenti, hogy ott nyilvánosan bárki eljöhet és személyesen tud minket kérdezni, és utána pedig van egy operatív klub része, amikor, hogyha van valami probléma, akkor azon ötletelünk, hogy akár gerillába hogyan lehetne megoldani, és amit meg nem nagyon lehet gerillába, akkor azt önkormányzatilag hogyan lehet megoldani. Ezen felül meg ott van a Facebook oldalunk, az MKKP 11 Ker Újbuda, és van egy Instánk is, az MKKP Újbuda, aminek a rendszeres posztolását már egy ideje kicsit össze szeretném szedni, mert az kicsit rapszódikus, ahogyan arra az oldalra kimennek posztok. De online például ez a kettő felület az, ami mindenképpen ezt a feladatot látná be. És vannak-e most terben konkrét utcai vagy egyéb akciók, amiket már eldöntöttétek, hogy szeretnétek megvalósítani? Hát múltkor volt egy, amit az ilyen klubban, egy ilyen ötletelős klubban találtuk ki, hogy ugye Hollandiában meg Németországban is van már régebb óta ez a 50 forint visszaváltós ilyen hulladékfeldolgozási dolog. És ott ugye a kukáknak megvan azt csinálva, hogy ha te nem akarod visszavinni, akkor ne a kukából kelljen kihalászni annak, aki mondjuk rászorul és vissza szeretné vinni, hanem van egy kialakított helye annak, hogy oda le tudod tenni, és akkor így nem kell abba a méltánytalan és megalázó helyzetbe hozni azt az embert, aki meg vissza szeretné váltani, és ezzel pénzt akar belőle keresni. És egyszer mentünk egy kört a Szent Gellért tértől a Feneketlen tóig, és ott párszor a kukák mellé lefújtunk ilyen stencilt, hogy ide tegyék az üres sörös dobozokat, hogy nem akarják ők visszaváltani, mert akkor valaki onnan el tudja vinni. És hát ezt a festést nyilvánvalóan folytatni szeretnénk. Ennek az alkalmát szerintem meg pont ma fogjuk megbeszélni. Ez van tervben leginkább, amilyen utcai akció. Rendben, köszi szépen, hogy eljöttél és válaszoltál a kérdésekre, és sok sikert mindenhez. Köszi szépen.